Katona József Gimnázium Arany János tehetséggondozó programban részt vett diákjainak előadásával kezdődött meg szakmai konferencia a Lakiteleki Hungarikum Ligetben található Kölcsei Házban. A mai napon vette kezdetét az Arany János tehetséggondozó program 16. országos szakmai konferenciája. A program két évtizedes múltra tekinthet vissza, évente két alkalommal szerveznek konferenciát. A legfontosabb célkitűzése az esélyteremtés és a hátránykompenzáció. A program megalakulásának apropója az volt, hogy a 2000-es évek környékén volt egy olyan szociológiai felmérés, amely megmutatta, hogy az felsőoktatási intézményekbe a kistelepülésről érkező tanulók alárreprezentáltak, vagy alulreprezentáltak, és ennek a hátránynak a kompenzálására született meg ez a gondolat. A program egyik fontos feladata, hogy olyan diákok is bekerülhessenek a felsőoktatási intézményekben, akik akár anyagi gondok miatt nem engedhetnék meg maguknak, hogy fejleszthessék tudásukat. A tanulási folyamatban van kiemelkedő szerepe a pedagógusoknak, az ő szakmai felkészültségük, rátermettségük, emberségükre egyre nagyobb szükség van a mai világra. Tanárnak, diáknak együtt kell tenni azért, hogy mindenki és minden felnövekvő generáció egy önbizalommal felvértezve álljon készen az életre. A tehetséggondozó programban résztvevő diákok rendelkeznek a kellő elhivatottsággal az álmaik megvalósításához. Tövedéke a népfőiskolai munkának az, amivel próbáljuk a helybéli tehetségeket, közösségi képességeket megerősíteni. És ehhez várok én, amíg itt tudok ülni, hallgatom a javaslatokat és azt a munkát, amit én nagy alázattal figyelek immár esztendők óta. Zsámbóki Anna, a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta, hogy ez a program egy olyan érték, ami meghatározhatja egy adott intézmény jelenét és jövőjét. A Kecskeméti Katona József Gimnázium és a Táncsics Kollégium a kezdetek óta vesz részt a programban és segítik a hátrányos helyzetű diákokat. A szakmai előadásokat Kisfaludi László, az EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkára kezdte meg, aki a program helyéről beszélt a köznevelésben. A három napos szakmai konferencia fókuszában ezúttal az esélyteremtés és a program továbbfejlesztése állt.